Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Rejtett kincsek. Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Iviana számára. Kedves Iviana, üdvözöllek téged. Ez a te videód, és itt megtekintjük a titkokat. Először a kártyáknál, utána áttérek az asztrológia területére. Ez a kártya ott fent bal oldalon mutatja a jelenlegi helyzetedet, és ez jelenti az erőd. Lehet, hogy most erősnek kell lenned, be kell bizonyítani magadat az életben, vagy védeni magadat mások ellen. Azon kívül nem csak ez a külső erő hat itt ezen a képen, hanem a belső erő is. Hogy te légy magabiztos, higgy abban, hogy az, amit te elképzelsz, az megvalósítható. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a második kártya azt jelenti, hogy látnak mások téged. Itt ezen a kártyán ez a vidámság van az előtérben, és mások így látnak téged, hogy te kiegyensúlyozott vagy, vidám, szabadnak érzed magad, sokat tudsz nevetni, amit nem látnak. Az a háttér, mert ott a háttérben ez a négy bot téged fogva tart. Ezek lehetnek belső feszültségek, vagy bizonytalanság, félelmek, de lehet egy helyzet is, ahol úgy érzed, fogva tart valaki vagy valami téged, és szeretnél ebből a helyzetből kilépni. Természetesen lehet most ez a koronavírus is, hogy nem úgy tudunk mozogni az életben, ahogy szeretnénk, nincs meg ez a felszabadultság, mert megvannak a korlátozások. De ezt te kifele nem mutatott ki. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya utal a gondolataidra. Itt érzelmekről van szó, mert ezt szimbolizálják a kejhek. Tehát te elgondolkozol az érzelmek felett, vagy sokat gondolsz rá, az is lehet, hogy ő gondol rá, amit te érzel. De a 9-es számnak is van itt jelentősége, és utal korlátozásokra. Vagy vannak bizonytalanságok, félelmek, és nem tudod hogyan tovább, vagy ő nem nyitott, és nem beszél érzelmekről, és nem tudod, hogy mi várható. Az is lehet, hogy a múltban voltak nézeteltérések, és az megsértett téged, vagy ő sértődött meg, és nem tudod, hogy lehetne ezt rendezni. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya ott fent jobb oldalon utal a te érzelmeidre. Itt változásokról van szó. Valamit magad után hagysz, és lesz egy új kezdet. A torony gyakran azt jelenti, hogy fogva érezzük magunkat. Ezek lehetnek érzelmek is, mint például bizonytalanságok vagy félelmek. Ami ennél a kártyánál fontos, amit érzel is, hogy lezárod a múltat. Én nem arról beszélnék, hogy te ezt a kapcsolatot lezárod, hanem mindazt, ami számodra eddig olyan fájdalmas emléket idézett elő. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép ott bal oldalon mutatja a titkokat.
Itt látható egy férfi, egy uralkodó, és valahogy uralkodik feletted az életed felett. Ezt persze nem szó szerint kell venni, hogy ő parancsolgat neked, vagy uralkodik feletted, hanem ezt én úgy értem, hogy befolyással van rád. Kihat rád ez a férfi, mert ő fontos számodra, és te vagy fontos számára. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya azt mutatja, hogy miért fontos az számodra, hogy ismert ezt a titkot, ezt az uralkodót. Azért, mert te elbúcsúzol valamitől, vagy valakiktől, ez utal a múltadra. Ezen a képen láthatóak a kelyhek, ami érzelmekre mutat. Te hátat fordítasz ennek, mert ez a múltadra utal. És itt a hátad mögött van a könnyek mezeje. Ettől búcsúzol el. De nem ez a férfi váltotta ki a könnyeket, hanem a múltad. Az lehet a gyermekkor, vagy mindaz, amit átéltél a korábbi életedben. Itt lehetnek kármikus témák is. De van egy kiút, egy új irány, és ebbe az irányba tekintesz, amit a hold mutat. És a hold hat az érzelmeidre, mutatja a vágyaidat, a kívánságaidat, az álmaidat, és ez az álom megvalósul. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép arra utal, hogy mit sugall a lelked számodra, a belső hangod. Itt lesznek megújulások. Átteszed magad a nehézségeken, a félelmeken, és ez olyan, mint egy megújulás, mint egy újra születés. És ez az angyal, ez óv téged. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép ott jobb oldalon azt jelenti, mire kellene odafigyelned. Ez a fiatal férfi mutatja számodra a levegő elemét. Ez utal a felszabadultság érzetére, amikor fellélegezhetsz, és átteszed magad a félelmeken. Azon kívül a levegő eleme szimbolizálja a könnyűséget és a kommunikációt. Ez áll a középpontban. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép itt alul bal oldalon utal a szerelmi élet területére. Itt látható a sors kereke. Tehát ez a kapcsolat, ez a szerelmi kapcsolat be van írva a sorsok könyvébe, tehát ez a találkozás nem volt véletlen. Azon kívül a sors kereke utal sors döntő változásokra. Itt lesz egy sors döntő fordulat. És hogyan tovább? Ezt mutatja a következő kártya. Ez a kép nem rád vonatkozik, hanem a lelki társadra. Neki voltak nehézségei, voltak kihívások, de ezt ő most lezárja. Fontos döntéseket fog hozni, és előre tekint. Ez összefüggésben áll a sors kerekével, tehát itt lesz egy sorsdöntő fordulat. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép utal a munkádra, az anyagi dolgokra, itt a nap sikereket hoz számodra. Megvan ez a kisugárzás, és mások így látnak téged,
Lehet, hogy eltart nyárig, amíg rendeződnek a dolgok. És most megtekintjük a következő kártyát, ami a jövődet mutatja. A jövődet ez a szerelmes pár mutatja. Szerencse a szerelmi élet területén. A kártyáknak szimbolikus jelentése is van, utalhat jó szerződésekre, vagy mindarra, amit kedvelsz, mindez elérhető. Ez a sors utad, ez a jövőd. És most áttérek az asztrológia területére. Abban a pillanatban, amikor és ahol te megszülettél, az oroszlán jegye kelt fel a keleti határon, mint egy napkelte, így lehetne összehasonlítani. Ez azt jelenti, hogy az indiai számítás szerint a te aszcendentusod, azaz oroszlán jegyében van. Ez kihat a külsődre, a fellépésedre, a személyiségedre. Mielőtt te megszülettél, körülbelül egy-másfél órával azelőtt, akkor a rák jegye kelt fel a keleti határon. És ez a rák jegye a születésed előtt mutatja a 12-es életházat, a titkok házát. Ez érdekes, mert ez nagyon közel áll hozzád. Mielőtt te megszülettél, akkor a rák jegye kelt fel a keleti határon, és körülbelül egy órával később megszülettél te, és akkor az oroszlán jegye volt a keleti határon. Ez mutatja a közelséget, mutatja a titkokat, és ebben az időszakban, amikor még a rák jegye hatott, te még nem születtél meg, még az anyukádnak a méhében voltál. De ekkor már közeledett a születés pillanata. Itt vannak a rejtett titkok. Nálad ez a rák jegyében. Nem csak a rák jegye hat rád, hanem a holdad is itt van a rák jegyében, és a hold utal anyai érzelmekre, és kihat az érzelmi világodba. De úgy hat rád az életben, mintha még nem lenne megszületve. Ennek van előnye is, mert te érzed a titkos dolgokat, a hátránya pedig az, hogy számodra ez nem tudatos. Ez arra vár, hogy legyen itt egy megújulás, egy újra születés, hogy éld az érzelmeidet. Mutasd ezt meg kifele. Légy nyitott arra, hogy mindazt megkapod az élettől, amiről te álmodozol. Mert a hold a szimbolizálja az álmokat is. Van két holdcsomó. Az egyik az a lefele mozgó holdcsomó, Kétu, a másik pedig a felfele mozgó holdcsomó, Ráhu. Kétu utal a múltra, nem csak a gyermekkorra, hanem mindarra, amit átéltél a korábbi életedben. A te horoszkópodban ez a lefele mozgó holdcsomó Kétu a bika jegyében van a felső ponton a horoszkópodon. És ez mutatja a hivatásodat, meg a nyilvánosságot. És itt kiismered magadat, mert ezt áttélted a múltból.
Rahu, az a lefele mozgó hold csomó, az szintén egy kármikus csomó, mutat egy kiutat, egy új életterületet, amit te nem ismersz. Ez nálad a Skorpión jegyében van a mélyponton. És ez a mélypont, ez az alap. És erre az alapra építed fel az életedet. De itt nem ismered ki magad. És gyakran úgy érzed, hogy nincs talaj a lábad alatt. Azon kívül itt a Skorpión jegyénél a víz eleméről van szó, és itt megállni, megtartani ezt a tartást, erre valamit alapozni az életben nem könnyű, mert itt érzelmekről van szó, mert a víz eleme ezt szimbolizálja. Ez a négyes életház, vagy ez a mélypont nem csak az alapokat jelenti, hanem az otthonodat. A lelked keres egy helyet, egy otthont, ahol úgy érzed, igen, itt le tudok gyökerezni. De ehhez kell a hit, a bizalom, mert az érzelmeid által találod meg ezt a helyet. Ez a két holdcsomó, Rahu és Kétu, ezek mozognak. Kétu a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal, jövő év márciusáig a Skorpión jegyében mozog. Itt ellenkező dolgokról van szó, itt tükröződik számodra valami. Itt a Skorpión jegyében a mélyponton van nálad Ráhu, a felfele mozgó holdcsomó, és ez évben és jövő év elején is itt mozog a lefele mozgó holdcsomó Kétu. Itt lesz valami változás, az lehet egy költözködés is. Ráhu, a felfele mozgó holdcsomó, ami mutat egy új irányra, egy új életterületre, jövő év márciusáig a bika jegyében mozog, nálad eléri a felső pontot a horoszkópon, ami a nyilvánosságra utal és a hivatásodra. Itt is tükröződik valami, mert a te horoszkópodban a lefele mozgó holdcsomó Kétu található itt, és ez a felfele mozgó holdcsomó Ráhu eléri most ezt a pontot. És itt lesznek változások, ami a nyilvánosságra utal, vagy a munkahelyedre. Kedves Ivana, így tudtam elmagyarázni a titkokat. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót. Nagyon sok szeretettel. Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket. Viszont hallásra!